Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként mindig 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Ez a felvétel február 22-én jelenik meg. Az indiai számítás szerint, és az egy precíz, megbízható számítás, a hold az aslésa holdházban van. Az aslésa holdház lefordítva egy kígyót jelent. Jelenti a gyógyító erőt, a megújulásokat, a változásokat, és aktiválja a szexuális energiát is. Ezen a napon a Vénusz bolygó kicsit eltávolodik Mars bolygótól. Vénusz bolygó utal ránk, hölgyekre. Lehet, hogy a napokban visszahúzódóak leszünk, vagy előnyös, ha kicsit megtartjuk a nyugalmunkat, eltávolodunk bizonyos eseményektől, témáktól, vagy például a társunktól, hogy meglegyen az a helyzet, hogy majd ő közeledjen hozzánk. Vénusz bolygó hamarosan egy kvadrát aspektusban áll Jupiter bolygóval. Vénusz bolygó gyorsabban mozog, mint Jupiter, és közeledik ehhez a kapcsolathoz, ami nem jó, nem előnyös. Mert ez a kapcsolat jelent nehézségeket, problémákat, kihívásokat, kihat az igazságtalanságra. Vagy egy bírósági ügy, ahol nehézségek lesznek, vagy közeledik egy helyzet, amit mi igazságtalannak tartunk. Persze ez elmúlik hamarosan, hiszen Vénusz bolygó gyorsan mozog, majd kilép ebből a kapcsolatból, ebből a nehézségből, amit a csillagok ajánlanak, hogy mi hölgyek legyünk visszahúzódók, és ne avatkozzunk bele mások dolgaiba, mert előfordulhat, hogy ez félreértésekhez vezet. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt ez a kártya szimbolizál egy parkot. Ez lehet a természet, hogy az ad erőt neki, hiszen az ő gondolatairól van szó. Ez a kártya szimbolizálja a nyilvánosságot is, hogy ő fellép a nyilvánosságon, elvárja azt, hogy legyen elismerés. Itt a kártya mellett megjelenik a hajó, és az szimbolizálja a reményt, vagy utazásokat, külföldi kapcsolatokat. És itt a nyilvánosság, ez lehet internet kapcsolat is. Ő kibővít valamit. A hajó jelenthet egy belső utat, egy lelki kapcsolatot kettőtök között, vagy a kártyák azt is jelenthetik, hogy szeretne veled találkozni a nyilvánosságon, ez lehet egy meghívás is, itt van hozzá a remény, és tervez veled egy utazást. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Itt látható a nap, ami megvilágít valamit. Kiderül az igazság, tisztázódnak bizonyos dolgok, látni akar téged, és a lilium virág jelenti a tiszta gondolatokat, ebben az esetben a tiszta érzelmeket. De a lilium virág utalhat szexuális témákra is, ugyanúgy, mint a mai aslésa holdház, a kígyó. Ezt is jelentheti, és itt nyíltan fog
ő beszélni az érzelmeiről, vagy ezekről a témákról is. Mit fog tenni? Itt látható a szerelem, tehát szép érzelmekkel közeledik hozzád, elvárja azt is, hogy te kimutasd a te érzelmeidet, megbízik abban, hogy szereted őt, és itt a virágcsokor jelenti a szépségedet, egy szép környezetet, vagy egy jó hírt, egy kellemes meglepetést, egy meghívást, ez lehet ez az utazás, vagy ajándékkal közeledik hozzád. Mi fűz össze benneteket? Ezt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített tavaly. Megnézzük az üzenetet, ez a rovás írás. Ez a P betűre utal. Most elgondolkodhatsz azon, mit jelent számodra a P betű. Ez lehet valakinek a neve, mint például Péter, vagy Panni. Ez lehet egy helység is, mint például pápa. Vagy lehet egy fogalom is, egy pár, hogy ti egy pár vagytok. A régi írásmód az itt van középen. Én ezt úgy értelmezem, hogy ez az egyenes vonal az életút. És egy oldalról jönnek befolyások, a másik az úgy nyugszik. Ezek a befolyások lehetnek találkozások, beszélgetések vagy döntések is. Ez a rovás írás hasonló, mint a germánoknál a rúna. És ezt a rúnát találtam, ugyan nem azonos a rovás írással, de hasonló. És ez a rúna itt szájat jelent lefordítva, és jelenti a kommunikációt. A kártya arra utal, ez lehet egy jó hír, szép beszélgetések, de lehetnek félreértések, viták, támadások, veszekedések is. Tehát ügyelj a kommunikációra. Van részemről egy ilyen napi energia. Én nemrégiben vettem ezt a kártya csomagot, és annyira tetszenek a képek, hogy gondoltam ezt mutatni fogom nektek, mint ilyen napi energia. Itt látható a torony a múltban. Ezek nehézségek, félreértések, ez olyan, mint egy börtön, ahol fogva érezted a múltban magadat. Ez lehet a munkahelyi probléma, egy szűkös helyzet, egy rossz párkapcsolat, de most aktuálisan megvan arra lehetőség, hogy szárnyad legyen, hogy repülj, hogy kilépj a toronyból, hogy elhajt ezeket a nehézségeket. Mit jelent számodra ez a kép, vagy ez a rúna? Természetesen leírhatod a kommentárba, vagy a véleményedet. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Sőt, meglátogathatsz a Facebook oldalon is, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol én naponta beszámolok a maja naptárról. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!